A felújítási munkálatok miatt utazó diákok lettek a Magyar Csernyei Petőfi Sándor általános iskola diákjai. Az iskola Tóbai kihelyezett tagozatának épületében, ha szerényebb körülmények között is, de minden feltétel adott a tanításra. Lassan próbáljuk megszokni, ez van, ami van, örülünk az új iskolának, vagyis a felújításnak, és ezt el tudjuk fogadni. A diákok pedig élvezik az utazást, mint mondják, számukra ez olyan, mintha minden nap kirándulásra mennének. Jó, busszal járni Tóbára, csak az a baj, hogy korán kell kelni. Tóbán a kihelyezett tagozatnak 25 tanulója van, most ez a szám megtöbbszöröződött. A helybéliek örülnek, hogy sikerült otthon biztosítani az anyaiskola diákjai számára. Falunk 1976-ban kapott egy szép új iskolát, és ez a gyerekek létszáma évről évre sajnos csökkent. Mostan nagyon benépesedett iskolánk, és olyan öröm végigmenni a falu utcáján, amikor a 30 gyerek helyett most ugye, vagy 130 gyerek van. A Magyar Csernyei iskolát 1984-ben adták át rendeltetésének. Azóta az épületen nem végeztek ilyen méretű felújítást. Kicserélik a teljes tetőszerkezetet, a falaknak a külső szigetelését, elvégezik belső és külső festést, a külső és belső nyílás záróknak a cseréjét, a padlózat cseréjét, az iskola udvarnak a betonozását, az iskola körül pedig a járdáknak a cseréjét fogják elvégezni. A munkálatok költségeit köztársasági és uniós forrásokból fedezik. A befektetésnek az értéke mintegy 120 millió dinár.